Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntelek benneteket a karácsonyi ünnepkör 4. adventi gyertyagyújtásánál. Itt állunk egy gyönyörű körkereszt koszorú előtt. A körkereszt a teremtett keretvilág szerves működését szimbolizálja. Az első adventi koszorút fűzfa veszőből készítették, és akkorára, mint a családfő ölelése. A keresztbe szőtt vesszők közé csipkebogyót fűztek, ami a jó termést, bőgabonát, jószággyarapodást és gyermekáldást jelentett a családnak. A kör és kereszt az Isten, a Teremtő kiáradó fénye. A 4 gyertya eredetileg méhviaszból készült, a méhek szorgalmával és a méz a Jézus jóságát jelképezi. A csipkebogyó jeleníti meg az Isten fát, a piros színe az örök élet színe. A gyertyák közül a kék szalag átfogja a koszorút, a kék a Mária színe. Maga a kék ég, amiben az ő szent fia, a nap van. A 4 gyertya a 4 napfordulat megjelenítője. Ez az advent misztériuma. A 4. gyertya lángralóbanása előtt 3 vers elhangzása következik, az advent utolsó vasárnapját jelképezve. 8. tanuló, 4. tanulók tolmácsolásában. Füle Lajos karácsonyi üzenet. Üzenem mindenkinek, hogy a csillag fényéből semmi nem kopott, értelme lett csak megszokott. Üzenem mindenkinek, hogy a gyermek ma is a testélet csoda, Isten jósága, mosolya. Üzenem mindenkinek, hogy a pásztor, király egyformán kedves volt, s előtte boldog lett legott. Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek serege most is útra kell. Elég nekik az égi jel. Üzenem mindenkinek, hogy a szívem ma is repesre fut felé. Ma is azé a gyermeké. Pilinszki János, advent. Advent a várakozás megszentelése, rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban értünk így, vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre, és várakozásunk ettől semmi lesz kisebb, előtelen. Ellenkezőleg nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és felfedezni azt, ami a miénk. És négy gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges vége érhetetlenül várakozunk és megérkezünk, szakadatlanul utazunk és szakadatlanul hazatalálunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb változás véges és kérdéses. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, és már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja, azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az többen épp azt látja meg, ami a legépiesebb és legelviselhetetlenebb. A hetet, órák, percek, kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a személyiség türelem, amely a szépségben és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. Szent karácsony este, hogy csendüljön a kis harang, várják öröm repesre. Csiling, csiling, így cseng, ízen, s nyílik az ajtó két felé, tündéri látvány tárul, ím a gyermekük elé. Ott áll a fa, díj ragyogás, rejtmennyi cifraság, az édességet terhétől hajol meg minden ág, apró gyertek világani, meg annyi
csillagok, és Betlehemnél csillaga a hegyébe ragyog. És körül az ágak alatt játékok tömege, a félelmes erőd előtt vitézek serege. Fiúknak do, strombita, lányoknak a buba. Ma még a legkisebb is későn megy a hajuba. És boldogan a jó szülék együtt szemlélik ezt, és áldanak, mint tégedet, ó szent karácsony est. Most hallgassuk meg a református hittanos diákok gyertyaköszöntő műsorát. A gyertyanyújtás után dallal köszöntsük a már fénylő négy gyertyát. Csilla Kálmány, en régi éjszaka. Karácsony éjszakáján, valamikor régen, ezer csillag égett fenn a magas égen. Sötét éjszakában őrizve anyáját, békés szívű csendes pásztorok tanultak. Feküdj már anyá is, csendben elpihenve, csak egy-egy hakkal, amikor mint meg a csendben. Ezer csillag égett fenn a sejmes égen, sötét éjszakában mégi fényes. A tűz körül halkan pásztorok meséltek, estéjén karácsony első ünnepének. S így egyszer hirtelen égből alászálva, nagy fényesség támadt ott az éjszakában. Angyalok jöttek ott, dicsőség eltelve, a pásztorok mellé szépen énekelve. Ezüst volt a hangjuk, szólt zenélve szépen, sejmes árnyú titkos karácsonyi évben. Ne féljetek, amiért eljöttünk hozzátok, hogyha elindultok, nagy örömet láttok. Ezen az éjszakán nem is olyan messze, megváltó született kicsi Betlehembe. Induljatok gyorsan, meg fogjátok látni, egy kicsi jászolban rá fogtok találni. Eltűnt a fényesség, a pásztorok csendben, elindultak akkor kicsi Betlehembe. Csend volt körös körül, fenn a sötét égen, száz csillag ragyogott, éges csoda szépen. Aludt már anyá is, a pásztorok mentek egyenesen arra, kicsi Betlehembe. A kicsi Jézuskát ott meg is találták, feküdt a jászolban, ahogy bepójálták. Mária és József vigyázott ott rája, félbe takargatták, hogy csak meg ne fázzon. Minden pásztor akkor imádkozva nézte, kicsi ajándékát letette elébe. És térdre borulva hálánkat adának, ott a jó Istennek, az ég s föld urának. És azután csendben elindultak vissza, a szívük boldog volt, tekintetük tiszta. Fent a csendeségen ezer csillag égett, suttogott a szívük csodaszép meséket. Ők mentek boldogan, és még mindig látták a kicsi Jézuskát, amit megtalálták. Mert nem mese volt az, valóság nem álom, ott a betlehemi régi kis határon. Amíg ezer csillag felragyogva égett, első éjszakáján Jézus ünnepének. Én is szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tököli Általános Iskolában. A karácsony gyerekek nem csak egy naptárban meghatározott időszak, hanem egy érzés, egy állapot, amit a szívünkben hordozunk. Az ünnep nem csak ajándékokból és díszekből áll, hanem a szeretet erejéből, a család és a barátok közelségéből. Emlékeztetnünk kell magunkat, hogy a karácsony lényege nem a mennyiség, hanem a minőség. Ahogyan ezt Charles Dickens is mondta, az a nagyszerű dolog a karácsonyban, hogy mindenki próbál jobb lenni egy kicsit. Ezért öleljük hát át egymást szeretettel, mosolyogjunk és teremtsünk emlékezetes pillanatokat, mert a karácsony szellemét az emberi kapcsolatokban találjuk meg. Kívánok hittanosaimmal együtt áldott, meghitt, békés karácsonyi ünnepeket! Hoztak napvilágot,
Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok, szörgessetek már ma este, minden pici ablakot, palotában és kunyhóban nagy örömet figyeltek, boldogságos ünnepet. Kis karácsony, nagy karácsony, hittanos diákoknak, Szilvi néninek, a 8. tanulónak, a 4. tanulóknak, a gyertyagyújtóknak, Bálint bácsinak, Alexnek, és nektek, kedves gyerekek, hogy hozzájárultatok a meghitt pillanatokhoz, a karácsonyi ünnepkör iskolai megéléséhez. Nagyon jó napot kívánok, és áldott karácsonyi ünnepeket! Nagyon jó pihenést, és nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek!